A Fekete-Sas Patika Múzeumban e hónap tárgya című kiállítássorozat keretében nyitották meg a Szent István Király Múzeum fegyvergyűjteményéből álló tárlatot. A fegyvereket ifjú Lőrince Tibor újította fel, aki arról beszél következő műsorunkban, hogy hogyan válik valakiből fegyverműves a 21. században, és hogy miért is olyan különleges érzés több száz éves fegyverekkel dolgozni. Kiveszik először a csövet. Lőrince Tibor nem mindennapi foglalkozást választott hivatásául. Több mint 10 éve készít fegyvereket, páncélokat és ágyukat. Az egy évtized alatt munkái eljutottak Székesfehérvárról a világ számos országába, s ma már kiváló puskaművesként jegyzik nevét a díszfegyverkészítők sorában. A fegyverek iránti érdeklődése még kiskorából ered, ami nem csoda, hiszen már ősei is vonzódtak a régi tárgyakhoz. A családban mindenki szerette a régiséget. Édesapám vadász, illetve nagypapám vadász volt, édesapám még pedig a honvédségnél dolgoztak. Tehát valahonnan innen eredendően hoztam én is. És hát mint minden kisgyerek én is szerettem annak idején a játékfegyvereket. Megpróbáltam magam készíteni a saját játékaimat, tehát kardot, fakardot, majd később lemezből, és így alakult igazából. A lőfegyverekkel való foglalatosság hosszabb időn keresztül alakult ki. Nagyon sok olvasásra volt hozzá szükség, és ugye a múzeum látogatásaim során mindig is csodáltam azokat a mestereket, akik ilyen dolgokat tudtak készíteni. Lőrince Tibor jelenleg egy csongrádi iskola hallgatója. Az intézményben az országban egyedülállóan puskaműves szakot indítottak. Azok, akik eltöltenek itt egy évet, engedélyt kapnak arra, hogy hivatalosan is gyártsanak fegyvereket. Nem üzemképes fegyvereket, azokat bárki gyárthat, illetve hát nálunk olyan rendeletek vannak, hogy az erőtöltős fegyverekhez abszolút nem kell engedély. Talán idén lesz meg rá a jogszabály. A tárgyi feltételei nem adottak hozzá, tehát lőport igazából nem lehet Magyarországon vásárolni. Van-e ma Magyarországon olyan intézmény, ahol ilyen végzettséget adnak? Van. Csongrádon létezik egy iskola, ez egy vadász és felnőtt képző alapítványi iskola. Ők, illetve hát a tananyagban van bent különböző szakmák, így a puskaműves, vadászpuskaművesség is. Most egy konkrét esemény kapcsán vagyunk itt, hiszen a Fehérvári Múzeumban, a Patika-Sas Múzeumban nyílt egy kiállítás régi fegyverekből. Ezeket a fegyvereket te újítottad fel. Hogyan kerültél kapcsolatba a múzeummal? Annak idején ugye a szomorú esemény történt, Pákozdon betörés történt, és elvitték a gyűjtemény nagy részét. A múzeum kiírt egy pályázatot fegyvermásolatok készítésére. Így kerültem kapcsolatba a múzeummal és igazából Demeter Zsófiával. És ezzel kapcsolatban azt tudnám megemlíteni, hogy elég sok jelentkező volt a pályázatra, és hát úgy alakult, hogy engem bíztak meg a lőfegyvermásolatok készítésével. Most erre a kiállításra, ami a Fekete-Sas Patika Múzeumban látható, a Fehérvári Múzeum fegyvergyűjteményét újítottad fel. Pontosan milyen fegyverek ezek? 18-19. Századi vadászfegyverekről van szó, különböző rendszerű vadászfegyverek. Jelentős része az előtöltős, tehát a csőszáján történik a fegyvertöltése. Ezen belül van ugye kovás rendszerű és csappantyús rendszerű vadászpuska, valamint van 2-3 darab hátultöltős rendszerű vadászpuska. Két jelentős hazai puskaműves készítette a két darab puskát, ami a kiállításon szerepel. Kirner József és Zoller Antal nevezetű híres puskaműves dinasztiának a leszármazottai. A nagyobb része a fegyvereknek az bécsi eredetű, illetve hát készítésű puska, bécsi mesterek alkotásai. A kiállításon szereplő fegyvereket lehet használni, és ma is használhatóak? Elvileg igen. Bár nem ajánlatos, mert ugye akkor az azért dolgozik, és ezek nem mostanában készült fegyverek. Nem lehet tudni, hogy milyen változások, elváltozások léptek fel a csöveknél, de nagy valószínűség szerint lehetne őket használni.
hiszen a kiállításon szerepel egy érdekes fegyver is, amelyet te saját magad készítettél. Hogyan készült ez a fegyver, minek a mintájára? Ez egy igazából Zrínyi halálának évfordulójára készült ez a fegyver. Hagyományos régi típusú vadászfegyverről van szó, tehát 16.-17. századi vadászfegyver, ez egy keréklakatos szerkezetű vadászpuska. Jellegzetessége a fegyvernek, hogy gyakorlatilag ugyanazon az elven működik, mint a mostani öngyújtók, illetve hát biciklilánc-szerűség található a belsejébe. Ez egy három láncszemből álló kis tagocska, ami összeköti magát a dőrskereket a főrugóval. Külön kulccsal kell felhúzni a fegyvert, és nem a kakas vágódik a megfelelő helyre, hanem a dőrskerék forgatásával a rászorított kova adja a szikrát, ami igazából begyújtja a puskaport. Az egész világon manapság nagyon népszerű a fegyvergyűjtés. Magyarországon is így van ez? Igen. Vannak irányzatok most igazából a 48-as szabadságharc környéke, illetve az első-második világháború fegyverei, amik a gyűjtők körébe kedveltek. Elég sok van szerintem a hazai piacon. Igazából mindenhez hozzá lehet jutni. Saját készítésű fegyverek iránt kisebb a kereslet? Inkább úgy fogalmaznék, hogy nálunk még nincs meg. Pont a jogszabályi feltételek miatt, ugyanis rendeznek rendszeresen előtöltős bajnokságokat, főleg külföldön, és ott megvan már az az igény, hogyha egy gyűjtőnek van egy szép darabja, és ugye avval nem igazán lehetne lövöldözni, illetve hát nem ajánlott, arról elkészíteti a másolatot, és ő avval indul a versenyen. Ez még nálunk nem működik. Ahhoz, hogy saját magad elkészíts egy ilyen fegyvert, hány mesterség ismerésére van szükség? Körülbelül 5 és 7 szakma, amit felölel igazából a konkrétan a puskaművesség. Tehát voltak annak idején is külön lakatkészítők, akik a puskának a lakatszerkezetét készítették. Voltak külön ágyazómesterek, akik a fa részével, tehát a fa munka részével foglalkoztak. Voltak külön a csőkovácsok. És még lehetne sorolni, tehát ötvösök, öntőmesterek, és végül is az összeszerelők, akik összeszerelték a puskát. Lőrince Tibor a lőfegyverek mellett foglalkozik szúró, vágófegyverek és páncélok készítésével. A Borivárban található felújított páncélok, ágyú felszerelések is viselik keze nyomát. Szeretném folytatni a múzeumi fegyvergyűjteménynek a restaurálását. Elég sok feladat van még, nem csak lőfegyverek, hanem szálfegyverek, illetve szúróvágó fegyverek. És mindenek előtt az iskolát szeretném befejezni. Megrendelések, hát az pedig általában folyamatosan jön, hogyha úgy adódik, hanem akkor igyekszünk elütni az időt valamivel, nem tétlenkedéssel. Igazából megrendeléseknél az a gond, ugye, hogy folyamatos megrendelés úgymond nincs. Egy-egy munkadarab elkészítése viszont elég hosszú időt vesz igénybe. Minden munkafolyamat gyakorlatilag kézzel, ugyanabban a korabeli technológiával készül. A puskaműves, bár szívesen kipróbálja alkotásait, vadászni nem igazán szeret. Mint mondja, sajnálja az állatokat. Csongrádon van az ország legjobb, legszínvonalasabb koronglőtere, és ott volt alkalmunk koronglővészetet gyakorolni. Nagy élmény volt számomra. A vadászattal viszont úgy állok, hogy nem szívesen lövöldözök bármilyen nemű vadra, inkább akkor az agyaggalambok fogjanak. Lőrince Tibor számára azonban nem a lövészet a legfontosabb. A lényeges az, mint mondja, hogy minden egyes fegyver elkészítése kihívást jelent számára. Hiszen egy régi darab kézbevétele olyan, mintha időutazást tenne az ember a letűnt korok világába. A kiállítás pedig ízelítőt ad ezeknek a gyönyörű fegyvereknek a korából.